Az X95 Pro a jelenleg kapható legolcsóbb 4 GB memóriával ellátott mobiltelefon, ami az igazán low budget X95 ráncfelvállalt verziója. A mobiltelefon külsejében 100%-ig megegyezik a 22.000 forintos kis tesójával, a különbségeket a belsőben kell keresnünk. Kézbe fogva még mindig megy az X95 Pro, azonban a méretéhez képest könnyűnek és vékonynak tűnik, még a hozzá kapott átlátszó szilikontok felhelyezésével is. Papíron is méretesnek tűnik a 6,52-szoros kijelző, de kézbe fogva lepődik meg az ember igazán, hogy megfordult a telefon. Nem csak szilikontokot nem kell vásárolnunk, de kijelzővédő fóliát sem, mert ezt is kapunk a telefonhoz. A hátlap polikarbonátból van, és azért, hogy ne legyen annyira csúszós, leheletnyi átlós textúrával látták el. Alul a micro USB portot találjuk meg, felül a 3,5 mm-es fülhallgató csatlakozót, bal oldalon pedig a hangerő szabályzót. Jobb oldalra került a back kikapcsoló gomb és a két nanoszim, illetve egy nanoszim plusz microSD kártya fogadása szolgáló tálca. Nem úgy a kártyát maximum 250 GB-os méretig használhatunk. A kijelző felbontása változott az előtthöz képest. A 6,52-szoros panel már nem 1200x540 pixeles, hanem 1600x720-as. Az IPS technológiának köszönhetően jók a betekintési szögek, a színek rendben vannak, a maximális fényoltalán egy kicsivel kevesebb, mint megszokhattuk a drágább készülékeknél. A kijelző felső részében nem egy notch szigetet, hanem egy cseppbenyúlást találunk, ahol az előlapi 5 megapixeles kamera, a fény és a közelségérzékelő szenzor kapott helyet. Az alacsony ár ellenére már 4 GB memóriát kapunk, az előtt kissé kevés 2 GB-os méretével szemben. A belső tároló mérete is nőtt 16 GB-ról 32-re. Már nem az Android 10 Go, hanem a teljes értékű magyar nyelvvel is ellátott Android 10 operációs rendszert kapjuk. Az első bekapcsolás követően a 32 GB-os tárhelyből 6,6 GB-ot foglal le a rendszer, a többivel szabadon gazdálkodhatunk. Az X95-nél érezhető volt a rendszer döcögőssége, amivel szinte minden lépésnél találkozhattuk. Az A20 fürgébb, de itt is érezhető, hogy nem villámsebes a rendszer. A Polyaroisból le is tölthetjük a kedvenc alkalmazásainkat és indult a telefon használata. A 4 GB memória jót tesz az alkalmazások párhuzamos futtatásának, még az X95 mindent újra töltött, ha alkalmazást váltottunk, addig az X95 Pro több appot tud megtartani a háttérben, hogy aztán újra használhassuk azokat. Lefuttattam az Antutut és több más benchmark alkalmazást is. Az Antutu 76.600 ponttal jutalmazott, ami nem sok, de ez egy belépő szintű készülék. YouTube videókat maximálisan 1080p-ben játszhatunk le. A töltőcsatlakozó melletti hangszorú hangosan képes szólni, de nagy hangerő nem a legjobb a hangminősége. Bluetooth-ból már 5.0 verziót kapunk, Wi-Fi pedig kezeli a 2,4 és 5 GHz-es beállításokat is. Utóbbiból 275 megabit per szekundum letöltési sebességet értem el vele, ami szerintem több mint elegendő ahhoz, hogy streamelt videókat nézzünk, vagy fájlokat töltsünk le telefonra. A navigáció jól működik, kezeli a GPS, GLONASS, Beidou műholdakat is. Google Maps-szal történő navigálás közben sem találkoztam műholdvesztéssel, teljesen jól használható utazáshoz még úgy is, hogy direkt repülő módba tettem, hogy a GSM cellák se segítsenek a helyes pozíció meghatározásában, csak a saját antennáit használja a műholdas navigációban. A telefon támogatja a hazai B20-as 4G hálózatot, így akár LTE kapcsolatra is használhatjuk. A hátlapon körülakú kamera sziget található, amiben 3 kamera és egy LED villanó kapott helyet. A főszenzor 13 megapixeles felbontással rendelkezik papíron, ezt egészíti szintén ki papíron két darab 2 megapixeles kamera a makró és bokeh effekttel ellátott fotókhoz. A portré effekt szoftveres görgyűje nem túl szép, és a kiegészítő kamerákat letakarva az is látható, hogy csak a főszenzor szoftveres módosításával készíti el a mélységélességgel ellátott fotókat. Az olcsóbb testvérrel összehasonlítva a Pro modell jobb képeket készít, nem mossa el annyira részleteket, kicsit többet enged láthatni, de a szélek még így sem tökéletesek, a színek sokszor túlzók, persze ez nem egy csúcskamera. Ha belenagyítunk a képekbe, akkor kiderül, hogy azért itt sem kapunk teljesen pengeéles képet, a fehér részek hajlamosak kiégni, és itt-ott azért van kromatikus aberráció is. Videót maximálisan Full HD felbontásban tudunk rögzíteni, valamilyen szoftveres képstabilizálás felfedezhető, de azért elég remegősek még így is a felvételek. A műanyag háza le egy 4350 mAh kapacitású akkumulátor került, amit a melléket adapterrel 2 óra 30 perc alatt tölthetünk fel. Körülbelül 5 óra kijelződő tudok kihozni belőle folyamatos használat mellett, mielőtt újra a töltőre kellene tegyük. Azt tudnám mondani, mint a X95 esetében is, hogy aki a nagyszülőknek vásárol egy ilyen mobiltelefont, nekik nem hiszem, hogy számítana, milyen jól futnak rajta a játékok, ők csak használni fogják azt. Ha nem akarunk több, nagyobb memóriai igényű alkalmazást párhuzamosan futtatni, és óriási Excel dokumentumokat szerkeszteni, csak böngészni, csevegő alkalmazásokat használni és telefonálni, és az sem baj, hogyha itt-ott marad a rendszer, akkor a telefon egész élhető. Jelenleg 89 dollárban, azaz 28 000 forintba kerül, ami valóban nem sok egy ilyen mobiltelefonért.